Július 1-én 8 órakor nyílt meg a 2024-es fehérvári lecsófőző vigasság regisztrációs felülete, amely minden évben az egyik legnépszerűbb esemény a városban. Az idei lecsófőző vigasságra augusztus 25-éig lehet helyet foglalni azoknak, akik a város központjában, a családok, baráti társaságok, munkahelyi csapatok környezetében szeretnék kielvezni a közös főzés örömét. A lecsófőző vigasságot pedig 2024. szeptember 14-én fogjuk tartani, első napja pedig szeptember 21-e. Hogy mire kell figyelni, a jelentkezés csak online módon a fehervariprogram.hu per lecsó oldalon lévő felületen lehet elvégezni. Ez egy, azt gondolom, hogy nagyon egyszerű felület, abszolút átlátható, a helyek térkép szerint kiválaszthatóak, és egy tényleg egyszerű folyamaton keresztül lehet véglegesíteni a főzőhelyeknek a foglalását, illetve majd később a kifizetését is. Kenyér Ágnes, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ PR Marketing kommunikációs vezetője azt tanácsolja, az érdeklődők minél hamarabb regisztráljanak, hiszen a felület még egy hete sem nyílt meg, de már is rohamosan fogynak a főzőhelyek. A szokásokhoz híven a fehérvári lecsófőző vigasság végén idén is meg fogják koronázni a lecsó királyt vagy királynőt, tehát azt, aki a legjobb lecsót főzte, de más díjak átadására is sor kerül majd. A sípi kupát is át fogjuk adni annak a főzőnek, aki már legalább 5 alkalommal főzött nálunk, illetve díjazni fogjuk a legdekoratívabb főzőhelyet is, úgyhogy tényleg mindenkit arra buzdítok, hogy ne csak a lecsója legyen ízes, finom és szépen tálalt, hanem a főzőhelyét is próbálja meg úgy dekorálni, hogy valami módon felkeltse az ítészek szemét, és megfogja a zsűrit majd ezzel is. A 2024. szeptember 14-i fehérvári lecsófőző vigasság főzőhelyeire, tehát augusztus 25-ig lehet regisztrálni a www.fehervariprogram.hu/lecsó oldalon, ahol minden fontos információ is megtalálható az eseményről.